Sziasztok, Tőkeszil vagyok, a pizzukrásza, és ebben a videóban diétás, panírozási, rántási trükköket fogtok tőlem hallgatni, és már is mutatom, amit már összekészítettem nektek. Ő egy szezámmagos tofu, van itt sajtos paníros cukkini, és palacsintatésztás cukkini is, és ami közös bennük, hogy mindegyiket az új Peak fehérjés panírozó porral készítettem, mindjárt meg is mutatom nektek. Szerintem még nagyon kevesen hallottatok róla, mert ő egy nagyon nagy újdonságunk. Azt kell róla tudni, hogy gluténmentes, és bármit bepanírozhattok és kiránthattok vele, és magas a fehérje tartalma, nem tartalmaz fehérlisztet. Úgy képzeljétek el, mint egy ilyen palacsinta bundás finomságot, ugye nagyon gyakran diétában vágyunk ezekre a rántott húsis, sós ízekre, úgyhogy ez egy tök jó alternatíva, egy sűrű palacsintatésztát kell belőle kevernetek, és igazából így is kisüthetitek, illetve ízesíthetitek, akár szezámmaggal, akár sajttal, ezt majd mindjárt mutogatom, hogy én mivel csináltam. És akkor ugye ígértem, hogy mutatok pár tippet is, ugye a zsírszegény nyebb rántásnak a titka, hogy ugye nem bő olajba fogjuk kisütni ezeket a finomságokat, nekem kettőféle alternatívám szokott lenni. Az egyik, amit nagyon-nagyon gyakran használok, akár húsoknál is, a sütőben, sütőpapíron sütöm ki a húsikat. Hogyha van nektek ilyen airfry funkció, akkor mindenképpen kapcsoljátok be, és ezzel a kalóriamentes olajsprével szoktam még befújkodni a tetejüket. Illetve olyan dolgoknál, mint a tofu, ami mondjuk nem igényel nagy hőkezelést, vagy akár egy cukkini, amit előtte megpároltunk, nyugodtan kisüthetitek serpenyőben, én itt is, vagy kókuszolajon, vagy akár ezzel az olajsprével meg tudtam oldani, úgyhogy már is egy zsírszegényebb vasárnapi rántott hús is finomságot fogtok kapni mondjuk. Amit még javaslok, ugye sokan mondjátok, hogy ezeknek a fit rántott húsiknak nem annyira ropogós, nem annyira ízletes a bundájuk, ezen lehet változtatni amúgy. Nekem kettő dolog szokott mindig eszembe jutni. Az egyik, hogy szezámmaggal szoktam ízesíteni a bundát, nagyon finom ropogós lesz, ahogy itt mutattam. A tofu is ugye szezámmagos bundával készült, és mellette a cukkinit pedig reszelt sajttal szoktam panírozni még pluszba, ezt szoktam használni, hát ezt a Lidibe lehet kapni. Ez egy light sajt, nem mondom, hogy a legfinomabb sajt, amit ettem, viszont nagyon-nagyon jó a kalóriaértéke, zsírszegény, és erre tökéletes opció nekünk. Amit még ugye el szoktunk rontani ezeknél a rántott húsiknál, hogy ugye szeretjük valamilyen majonézes vagy kecsapos tunkolóval enni, most erre is mutatok alternatívát. Én ott szoktam használni ezeket a cottage cheese-iket. Magas a fehérje tartalma, ugye ő is zsírszegény, és nagyon-nagyon finom fehérjedús vacsorát tudtok belőle rittyenteni ezekkel a rántott dolgokkal, akár bármilyen zöld fűszerrel tudjátok még ízesíteni, illetve ha ketchuppal szeretnétek enni, akkor vannak ilyen zsírszegény cukormentes opciók is. Hát ezt szerettem volna így elmondani róla, tehát azt kell tudni, hogy gluténmentes diétába is beilleszthető, és tényleg egy magas fehérje tartalmú panírpor. Természetesen nem csak panírozásra lehet használni, ugye egy ilyen naturpalacsinta porként képzeljétek el, tehát amit mutogattam nektek, fehérje szendvicset ki lehet belőle sütni, vagy akár ilyen serpenyős pizzákat, tócsnikat. Látok, van bízva, igazából a weboldalon nagyon-nagyon sok ötletet már fölraktam nektek, a még Nokedlit is csináltunk belőle, úgyhogy nagyon sok oldalon felhasználható ez a panír palacsinta por. De hát ugye a legjobb benne, hogy végre tudunk zsírszegényen panírozni. Remélem tetszett a videó, próbáljátok ki. Sziasztok!